Megyünk tovább. Van, aki szereti, és van, aki nem. Ettől függetlenül vasárnap bizony ismét órát állítunk. Igaz, az Európai Parlament döntése alapján ez hamarosan megszűnik és megszűnhet. Ráadásul minden tagország maga döntheti el, hogy a nyári vagy a téli időszámítást választja majd. A kormány még nem foglalkozott a kérdéssel, mi viszont igen. Nem sokára Génémet Györggyel, a Magyar Alvászszövetség elnökével beszélgetünk. Vasárnap ugyanebben az időpontban már mást fog mutatni ez az óra. A hétvégén hajnali 2 órakor kell 3 órára átállítanunk az óráinkat. Magyarországon 1980 óta térünk át évről évre a nyári időszámításra, hogy energiát spóroljunk. Mi a vélemény az óraátállításról? Nekem végül is annyiból mindegy, hogy én nyugdíjas vagyok, de nem igazán örülök neki. Most minden uniós tagország maga döntheti el, hogy a nyári vagy a téli időszámítást választja. Az óraátállítással azonban a számítások szerint éves szinten 5 milliárd forintnyi villamos energiát spórolunk meg, emellett sokkal több órát tölthetünk világosban. A kormányzati tájékoztatási központ levélben reagált megkeresésünkre. Azt írják, a kormány egyelőre nem foglalkozott a kérdéssel, a magyar emberek véleményét figyelembe véve a későbbiekben döntenek az ügyben. Ez egy becsapós dolog. Génémet György, az Alvászszövetség elnöke, itt is van a stúdióban. Jó reggelt! Szép jó reggelt kívánok! Ön mit jó gondol, reggelt, elnök úr, a parlament, az Európai Parlament döntéséről az óraátállítása kapcsolatban? Örülünk, hogy végre megszűnik ez az ide-oda tologatás. Ez senkinek nem jó. Nem hiszem, hogy normális ember van Európában, aki örül annak, hogy télen, meg nyáron, meg össze, nem jó ez. Amikor csak kapunk egy órát, én szoktam örülni. Én is. Hát, hogy vajon a szervezetünk erre hogy reagál, ugye mi ezeket nézzük, azt vizsgáljuk, azért ez egy más kérdés. És azt is tudjuk, ugye ennek tapasztalataink vannak, hogy egy ilyen átállítós napot követően, ugye emelkedik a közlekedési balesetek száma, ingerlékenyek vagyunk a gyerekeknek. Ez komoly? El, ugye ez volt az egyik fő ér tulajdonképpen. Alvás élettani érvek voltak amellett, hogy ezeket az állapotásra hagyjuk, ez nem jó dolog, úgyhogy ez egy örömír. A nagy kérdés persze azt ugye, hogy mi lesz ezután. Hogy téli vagy nyári? Tehát ez itt a nagy kérdés, és így, ahogy mondtad az előbb, valójában arról van szó, hogy a kormányok hatáskörébe utalta most az unió ezt a kérdést. Hát most erre kapott két év haladékot minden kormány. Hát a jó ír az, hogy úgy érezzük, hogy nekünk ez sok közünk van, és ha megkérdezik a magyar embereket, a nagy többség azt mondja, hogy nyári, hát persze a nyarat szeretjük, pláne egy Közép-Európában mindig is mediterrán beállítottságúak voltak a magyar emberek, de azért ez jóval többről van szó. Hát hiszen ez egy globális rendben élünk, ahol ugyanúgy alkalmazkodnunk kell, nem csak társadalomnak, gazdaságilag, hanem természetesen élettani szempontból. Tehát akkor melyik mellett tette a voksát? Igen. Hát most ugye felteszed a fő kérdést, hogy mi mellett. Hát az életleni szempontból mindenféleképpen a téli időszámítás az egy célszerű. Tehát a Magyar Alvászszövetség állásfoglalása, javaslata ez, hozzákezdem, hogy nem direktíva ez, vagy nem lobbizunk ezért, csak mi elmondjuk a véleményünket, hogy életleni szempontból. Aha. Az a folyamat, amely több évezreden, sőt több évmillión keresztül, mióta élet létezik a Földön, sejtek kialakultak, genetikailag, amióta élőlények vannak és emberek, állatok vannak, azóta alapvetően meghatározta az a fajta ritmus, amit úgy hívnak hivatalosan cirkadián ritmus, ami a nappal és a sötétség, az éjszaka és a nappal változásával függ össze. Ez alapján éltünk. Na most ez az óra átállítgatás, ezt úgy beleborzolt ebbe a történetbe, ami már eleve nem volt egészséges, és a téla az, amiben éltünk. Uh-huh. Tehát mi azt mondjuk, hogy azért ezt figyelembe kéne venni. Ez jó ír, hogy megkérdezik a véleményünket, és megkérdeztek ugye egy néhány millió európai állampolgárt, és közel 5 millióan szavaztak, hogy hát ne legyen óra átállítás. A rossz ír azonban az, hogy igazából sajnos nem sok közünk lesz nekünk a döntéshez. Már hogy kiknek? Már hogy nekünk, európai polgárokra, főleg Magyarországon nem csak közünk lesz, ez picike ország. Itt van globális rendben tulajdonképpen az, hogy melyik ország mit válasz majd, természetesen nyilván mindenkinek van jóval szavazati joga, de alapvetően meg fogják határozni nagy valószínűséggel a környező országok, vagy egyáltalán a nagy európai globális rendek. Például, és mondjuk ki, például a német-francia tengely, ami mindig is meghatározta ezt az egész történetet, még amikor az 1800-as évek végén az egész idő zónakérdés felmerült, akkor is ők döntöttek. Tehát a nagy országoknak van igazából befolyásos szerepük abban, hogy alakuljon a rend.
Ez nem lenne jó, beláthatjuk, nem lenne jó, hogyha ott így van, itt meg amúgy van, ott meg még de, de arról van bármilyen tudomás, aztán mindjárt majd beszélgetünk erről a könyvről, amit már percek óta lapozgatunk itt a stúdióban, hogy mondjuk a magyar kormánynak van-e kialakított álláspontja ezzel kapcsolatban? Én úgy gondolom, hogy nem sok kormánynak van még, hiszen nem foglalkoztak ezzel, mert kapott 2 év haladékot. Tehát nincs még ilyen kormánybiztosunk, hogy óraátállításért felelős kormány. Erről nem tudunk, hát nyilván bennüket már kérdeztek meg. Nincs igen, nincs ilyen, de hát ezért ez egy komoly kérdés lesz. Azért képzeljük el, hogy 2 év múlva el kell dönteni azt, hogy merre megyünk. Tehát, hogy mondjuk igen. Szlovákiában másmilyen zónát választanak, mondjuk a járít, itt meg a télit, vagy fordítva, vagy Nyugat-Európában nem mindegy. Tehát éppen ezért ez egy rendkívül fontos kérdés lesz, hogy számít a mi véleményünk, a polgárok véleménye, de alapvetően nem ezt fogja eldönteni. Mondja egy csillagot. Csak mert nézegeted a könyvet, és valamit akartál belőle idézni. Sok minden, csak ugye azt is akarom, hogy te is kérdezz. A magyar alváskönyv, ugye ezzel a címmel jelentettek meg egy fantasztikus összeállítás könyvet, pont egy héttel ezelőtt, minden benne van, hát én csak most lapozgatok, mikor érdemes lefeküdni. Mit jelent ez a tévhit, hogy például lefekvés előtt meg kell inni egy jó pohár bort, és akkor mennyivel jobban alszunk? Vagy mikor alszunk a legjobban, melyik hónapban? Most például elmondhatjuk azt a nézőinknek, ezt gyorsan mondjuk el. Itt van az ábra, a Seres Laci rendező kollega mindjárt meg is mutatja ezt az ábrát itt. Kiugróan magas, mutatom. A júniusi hónapunk, tehát mindenki, nem itt van, akkor alszik a legjobban. Van erre magyarázat például? Van erre magyarázat, ez egy elég komoly mintafelvétel alapján készült, és a Fusion Vital készítette az a cég, amelyik elég sokat foglalkozik az alvás és délettani folyamatokkal, és hát valószínűséggel az életmódunknak nyilván szerepe van abban, hogyan alszunk mondjuk egy adott évben, évszakban, és a nyári időszak, amikor a szabadságok, a lazaság, és persze tegyük hozzá a napfény. Tehát stresszmentesebb a környezet, mint egy téli időszakban. Uh-huh. Egyébként ez nemzetközileg is igazolható, hiszen azok az országok, például Észak-Európa, Svédország, Finnország, Norvégia, ugye nagyon sokszor sokat van éjszaka sötét. Ezek az embereknek a pszichéjük, az életmódjuk alapvetően alkalmazott, és szomorúbbak. Hiszen ez így van. Ha süt a nap, akkor vidámabbak. Igen, ezért isznak állítólag sokat. Például. Ami azért furcsa, mert a legboldogabb országok azok a skandináv országok. Finnország, de a létjólét. A jólét és a vagy demokrácia. Jó lét. Igen. Valószínűleg ez is meg, hát életnek jobban odafigyelnek magukra. Aha. Azért az egészségügyi mutatók is azt igazolják, hogy ezekben az országban egy sokkal többet költenek, nyilván költhetnek ilyen kérdésekre, és meg arra is, hogy az ember saját magára odafigyeljen. Az alvás is ilyen. Igen. Tehát hiába mondom, hogy aludj jól, hogyha te nem figyelsz a saját alvásodra, akkor... Tudom jobbá tenni az alvásomat, mert mi a Krisztivel ugye korán kelünk, 4:20-kor. Már nem együtt, hanem külön. Csak ugye egy időpontban, ugye a reggeli műsor miatt. Korán kellene lefeküdnünk ahhoz, hogy jobban aludjunk, vagy az egészet úgy, hogy van, felejtsük el, mert 4:20-kor kelni, az egy gyilkosság a szervezet ellen. Mondhatnánk, hogy szinte tényleg erről van szó, hiszen a 3 műszakos munkarend is tulajdonképpen ebbe a kategóriába tartozik. Nem bár jó, de hát van. Mennyire alkaté, mert én nekem azért nem akkora teher ez, mert én így is tanultam, az összes egyetemet úgy végeztem el, hogy 9 körül lefeküdtem, és 3-4-re húztam az órát, onnantól tudtam igazán koncentrálni. Hmm. Más meg bagoly, és éjjel tanul, nekem az soha nem sikerült. Ez a tipizálás, ez fennáll. Tehát vannak olyan típusú emberek, akik ugye jobban szeretnek későig maradni és fordítva, de ez genetikailag adott. De persze nyilván ez is befolyásolható különböző módon, meg az életmód és jelentős mérdegi meghatározva. Az alapkérdés, amit mondtál, hogy jó vagy sem, egy biztos, hogy az éjszaka arra való, most nagyon egyszerűen fogalmazva, hogy akkor aludni kell, akkor van sötét. És akkor mi az éjszaka? Hánytól van az éjszaka? Sötét. Hát ugye tulajdonképpen az egyenlítő környékén, ahol ott egyforma viszonylag, tehát ott 6:30-kor lemegy a nap, és reggel fél 7-kor meg fel kell valam. Kevesebb, sokkal kevesebb, szinte nincs is ott alvás problémás betegség azon a zónában. És ahogy megyünk felfelé, vagy délre az egyenlítőtől, annál jobban jönnek ezek a problémák, mert hogy változik a sötétség és a nappalnak a ritmusa. Azt nagyon sokszor mondják emberek, akik tengeren túlra messzire utaznak, hogy van ez a bizonyos jetlag, teljesen felborul ugye a nappalok meg az éjszakának a ritmusa. Ennél az egy órás ide-oda állításnál hány nap alatt áll vissza
vagy helyre az embernek az alvás ciklusa? A kedves nézők is valószínűleg tapasztalhatják azt a saját maguk, vagy a saját környezetükben, tehát nagyon érzékenyek vagyok erre, nyilván a gyerekek, vagy az idősebbek még inkább. De a statisztika adatok valóban bizonyítják és mutatják azt, hogy tényleg a közlekedési balesetek és sok minden másban, vagy az iskolai teljesítményben a pedagógusok is látják azt, hogy ezeken a napokon megborul valami. Egy-két nap alatt helyre lehet állni. A kérdés az persze, hogy vajon lehet ezzel játszani. Tehát ha most például nyári időszámítás vezetődik be, és akkor például hozzá kell ahhoz szoknunk, hogy reggel 8:30-9-kor kell fel a nap, az első óra becsengetés után, tehát 8 óra után december időben, hogy vajon jó vagy sem. Vagy például a mezőgazdaságban, ahol, vagy a vidéki életmódban, ahol ugye nagyobb szerepe van a reggeleknek, mint nekünk városiaknak. Itt mindenki azt mondja, persze nyár legyen. De hát úgy gondolom, hogy ez sokkal összetettebb kérdés annál, mint sem, hogy a saját ízlésünk döntse el, hogy melyik a jobb, a téli vagy a nyári. Köszönjük szépen! Köszönjük! Én is köszönöm!